Megkezdődött az École de Paris, a Párizsi iskola a 20. században a francia fővárosban alkotó, de nem francia származású képzőművészek egyik legnagyobbika, Zóbel Béla festőművész munkáiból nyílt kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat a Városi Képtár deákgyűjtemény szervezésében. Az ötletgazda Szűcs Erzsébet művészettörténész számára fontos, hogy mélyebben is megismerjük a legenda életének fontos mozzanatait. Tanúsággal szolgál, akár a mai életünkre, az részben az, ahogy egy művész túléli az első és a második világháborút olyan módon, hogy optimista művészetet csinál, mondhatjuk azt. Tehát, hogy bele tud feledkezni magába az alkotásba, az alkotás folyamatába, és egy olyan életművet tud létrehozni, ami 100 év után is érdekesnek tűnik. Az esten Sasvári Edit művészettörténész, a Kassák Múzeum vezetője, a történeti modernizmus és az avantgárd, valamint a művészet irányítás kérdéseinek professzora ezúttal Zóbel Béla 1940-es hazatelepülése utáni időszakot elemezte annak tükrében, hogy a II. Világháború után a vasfüggöny időszakában alig egy-két művésznek volt lehetősége, hogy szabadon működjön Európában. Ő 48-ban kapott Kossuth díjat, tehát rögtön a felszabadulás után nem sokkal, és azt hiszem, hogy elsősorban azt akceptálták az ő művészetében és személyében, hogy egy nemzetközileg elismert művész volt, aki jól ismert volt Párizsban vagy Hollandiában, tehát egy olyan különleges egyénisége a magyar művészetnek, amiből azért abban az időben nem túl sok volt. Az előadás sorozat természetesen folytatódik, a deákgyűjteményben található 22 Zóbel alkotás egyaránt indokolja, hogy a képzőművészet barátai megismerhessék a legenda életének hátterét is.